Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a hosszú karantén időszak után múlt hétvégén lépett a nagyközönség elé újra a Kalocsai Fúvós zenekar. Akkor egy országos kezdeményezéshez csatlakozva ragadtak hangszert a zenészeink. Ekkor számolt be a televíziónknak a nyári tervekről Betlenné Dajko Ágnes karnagy. Nyár végén lesz majd programunk, mert most elmegyünk majd egy kis rövid szünetre, ugye a nyári szünet az mindig júliusban van nálunk, és aztán majd augusztusban fogjuk újra fölvenni a hangszereket, és augusztus 30-án lesz majd itt egy az Érsekertben egy ilyen kisebb fesztivál a Paksi zenekarral közösen, illetve egy hasonló kurzus is lesz a helyszínen, és ő velük lesz majd egy közös programunk augusztus 30-án, és hát reméljük, hogy utána a Paprika Fesztivál is meg lesz tartva, és már akkor már ott is láthat minket a közönség. Én bízom benne, hogy nem fog ez változni. Évközben is számos városi rendezvény nívós programja a Kalocsai Ifjúsági Fúvózenekar műsora, és emellett több saját szervezésű koncertet ad minden évben városunkban a neves együttes. Tagjai leginkább a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, de vannak köztük visszatérő, idősebb zenészek is. Az év folyamán van lemorzsolódás, így mindig van egy-egy szabad hely az újabb zenészek számára. Mindig várunk. Tehát fiatalokat, idősebbeket, bárki, aki szívesen játszik, amatőr zenész, és szeretne egy jó csapatba játszani, valahova tartozni, azt bárkit szívesen látunk, hiszen azért a zenekarnak egyik fele zeneiskolás növendékekből áll, akik azért néha cserélődnek, hiszen elmegy másik iskolába, másik városba, nem biztos, hogy már tudja folytatni. Ezért van egy bizonyos mozgás a zenekarban, de hogyha olyan tagok jönnek, akik itt laknak a városba és szívesen muzsikálnak, azokat mindig nagyon szívesen látjuk. A Fúvós zenekar 2000 őszén alakult meg, mondhatni a legjobb pillanatban. Ugyanis ekkor volt a zeneiskolának olyan nagy létszámú faj- és részfúvós tanszaka, mely ezt lehetővé tette.